A 12. életévüket betöltött 7. osztályos lányok és fiúk a Nemzeti Immunizációs Program részeként térítésmentesen juthatnak hozzá a HPV elleni védőoltáshoz. Az iskolaorvos és az iskolavédőnő feladata felajánlani az ingyenes védőoltást, amely nem kötelező, hanem szabadon választható, és a beadásához a szülő írásbeli nyilatkozata szükséges. Hogy miért is ajánlott felvenni az ingyenes HPV-oltást, arról beszélgetünk dr. Krasznai Zoárddal, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójával, és dr. Papp Csabával, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatójával. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét kívánok! Kezdjük is talán akkor rögtön ott, hogy mi is ez a HPV, mi az, ami ellen védekezni kell, és miért lenne fontos, hogy védekezzünk ellene. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. A HPV a humán papillomavírus, ami speciálisan az emberi hálmot képes megfertőzni, és azért nagyon lényeges, mert a méhnyakrákoknak gyakorlatilag 100%-ában előfordul, tehát enélkül nincs méhnyakrák, és 2006 óta létezik ellene védőoltás, ami nagyon nagy hatékonysággal biztosít védelmet a betegség ellen. A védőoltást, ha úgy dönt a szülő, hogy beadatja, hogyan lehet felvenni, milyen szabályok, előírások alapján? Az iskola. Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Természetesen az iskola megkeresi, és az iskola védőnője megkeresi a szülőket. Az iskola segítségével a Kritán keresztül megkapják a nyilatkozatokat, amit 12-ig, szeptember 12-ig kell visszaküldeniük a védőnők számára, és összesítik az oltandókat. Ami nagyon fontos, nagyon szépen kérek minden szülőt, hogy most gondolja meg, mert ingyenesen későbbiekben nem tud hozzájutni gyermek az oltáshoz. Ezért, hogyha megérkezik hozzánk az igény, továbbítjuk a megfelelő központban, a személy szerint névre szólóan érkezik meg az oltóanyag, amit az iskolaorvos fog beadni számára október, majd április hó folyamán. Ugye azt valahol azért tisztasol, hogy a lányoknak miért is fontos, hogyha méhnyakrákról beszélünk, de itt ugye a fiúkról is szó van, miért fontos, hogy esetleg a fiúknak is beadják ezt? Igen, a méhnyakrák mellett még a lányoknak azért is fontos, mert az egyéb női nemi szervi daganatok, tehát a szemérremtes rák, a hüvelyrákoknak is nagyon nagy százalékában fordul elő. A méhnyakrák azért különleges, mert sokkal több eset van, de a férfiakat is, ahol oltások vannak és ilyen nagy oltási programok, rájöttek, hogy érdemes oltani. Ennek két oka van. Egyrészt a férfi fejnyaki daganatok, azok szintén nagyon-nagyon nagy százalékban, bár nem 100%-ban HPV-hez kötöttek, tehát azok a férfiak, akiket immunizálnak ez ellen, jó eséllyel nem fognak garat, szájüregi és egyéb ilyen daganatokat kapni, ami Magyarországon sajnos kiemelkedően magas arány. Másrészt a férfiak, többnyire férfiak és nők között terjed a vírus. Tehát azzal, hogyha ugyanazt a korosztály fiúkat és lányokat is immunizáljuk, és a fiúk immunizálásával plusz 40%-ot hozzá tudunk adni ahhoz a csökkenéshez, amit majd a nőkben a nyájimmunitás révén a méhnyakrák, és nem csak a méhnyakrák, de a méhnyakrák megelőző állapotok, tehát már a korai állapotokat is kivédi az oltás, ennek a csökkenésében okozni tudunk. Itt azt gondolná az ember, hogy akkor érdemes ennek kötelezővé tenni ezt a vírus, vagy ezt az oltóanyagot, hogyha ilyen veszélyes problémákat okozhat ez a vírus. Miért is nem kötelező ez? Ez egy nézőpontbeli kérdés. A világon általában választható ez a vakcina máshol is. Amíg nem volt ilyen ingyenes védőoltás program, az volt mindig a probléma, hogy miért nincs, és ez a probléma, hogy amióta van, hogy esetleg nem adatják be az oltást, a másik oldalról merül fel. Nagyon nagy százalékban, igazgató úr majd elmondja, hogy milyen nagy százalékban veszik fel, hál' Istennek, ezt az oltást. Magyarország nagyon élen jár ennek az oltási programnak és egyéb oltási programoknak is a megvalósításában. Ez amellett még egyszer, hogy egy népegészségügyi probléma, és hosszú távon csökkenteni fogja a méhnyakrákos elváltozást, rövid távon csökkenteni fogja annak az esélyét, hogy ennek a kislánynak valaha legyen egy rossz rákszűrése, és emiatt kelljen aggódnia, hogy egy konizáció, vagy líp, vagy valamilyen ilyen beavatkozás történjen a méhszájon. Tehát a méhnyakrák mellett még nagyon sok minden ellen is megvédi a gyereket. És még egy hangsúlyos dolog, hogy ez az az életkor, amikor sokkal hatékonyabban immunizálható valaki, mint esetleg egy nagyobb lány vagy kora felnőtt korában. Ezek szerint akkor népszerű az oltás, annak ellenére, hogy nem kötelező, azt mondhatjuk, hogy átmegy az üzenet, és a szülők ezt fontosnak tartják? Ahogy igazgató úr mondta, 2006 óta van lehetőség a oltakozásra, 2014-15-ös
iskolai évben lett bevezetve az ingyenes oltás, teljesen ingyenes oltás az iskolások számára, hetedik osztályt határozták meg, ennek a hetedik évfolyamot, ennek a beadásának a határidejeként. Miről is szól ez az oltás? Két oltóanyagot kapnak most már a fiataljaink, korhoz kötötten, ha 15 év fölöttiek, akkor három, de a 12 éves korosztály az két oltásban részesül, és milyen arányban? A tavalyi éve folyamán 1978-an vehették volna fel ezt az oltást Debrecenben, ennyien jártak 7. osztályba, majdnem 2000-en, ebből 1474-en éltek a lehetőséggel. Nemekre bontva, a fiúknál, a 2021-es év volt az, amikor bevezetésre került, nemekre bontva nálunk az oltásnak az arányait, 81%-os a részvételi arány a lánykák részéről, és a fiúk részéről még van hova feltornázni magunkat, 67% a részvételi arány. Én nagyon örülök annak, hogy a debreceni szülők nagyon megfontoltan és nagyon jól gondolják azt, hogy tehát élni kell ezzel a lehetőséggel. Már a 81%-os arány is nagyon jó, de volt ez több is, mikor elkezdtük az oltási szezont, akkor 90%-os eredményeink is voltak. Több mint valószínű, tavaly még ugye Covid járvány volt, akkor többen átestek a betegségen, és gondolom ezért van ez a visszaesés a lányok részéről, de a fiúk részéről kérném a szülőket gondolják, mert hisz átvívő is lehet a lányok irányában, de önmagában a saját felnőtt korában is meg fog akadályozni több más daganatot. Tehát érdemes élni ezzel a lehetőséggel és az immunizációval. Ugye picit bátorítsuk esetleg a nézőket, a szülőket, van-e bármiféle mellékhatás ennek az oltásnak, mennyire kell esetleg tartani ettől? Minden oltást a Debrecenben iskolaorvos ad be, soha nem fordult elő komolyan probléma. Természetesen vannak tűfóbiák, mint minden oltásnál, de azt már sokszor tudjuk előre, jelzik előre a gyerekek. Orvosi rendelőbe történik az adminisztráció, és mindennel fel vagyunk készülve, de komolyabb probléma nem adódott a tavalyi év folyamán. Igen, nyugodtan. Ehhez még becsatlakoznék, hogy több mint 200 millió oltást adtak már be világszerte, és ez az oltás az oltási technológiájával együtt az egyik legbiztonságosabb oltások közé tartozik, és azok a esetlegesen felmerülő mellékhatások, tehát még egyszer hatalmas szám, amiről beszélünk, ezeknek semmilyen tudományos alapja nem volt. YouTube-on itt-ott felmerülnek néha ilyen oltásellenes oldalakon, hogy például méhnyakrákot lehet tőle kapni, nem lehet tőle méhnyakrákot kapni. Egész egyszerűen ez egy annyira modern oltóanyag, amiben csak a vírusnak a kapszula fehérjéje van benne, nincs benne a DNS, tehát nem lehet vele betegséget átvinni, a legbiztonságosabb oltási technológiák közé tartozik. Eredményességéről mit lehet mondani? Tehát valóban az van, hogy nagy hatékonysága, hogyha felveszi az oltást, akkor nem lesz probléma? Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha ezt a korosztályt oltjuk, azért is két dologból, egyrészt nagyon jól immunizálhatóak, másrészt még remélhetőleg nem találkoztak a HPV vírussal. Ha ezt a korosztályt oltjuk, gyakorlatilag 100%-os védelmet lehet elérni a vakcinában levő vírusokkal, szemben ez 9 vírus, és a legújabb adatok azt mutatják, hogy a 10-15 évre látunk előre, azóta vannak ilyen tömegméretű oltások, hogy ez a vakcináció és a hatékonyság nem csökken, tehát megmarad majd a fiataloknál a későbbi életkor során is. Talán lehet azt mondani, hogy ez a Covid ilyen szempontból akár jól is jöhet, hiszen lassan hozzászoknak az emberek, hogy védőoltás van, akkor azt fel kell venni. Ez lehet akár segítség ilyen szempontból egy HPV elleni oltást illetően is? Én úgy gondolom, hogy a szülők nagyon megfontoltan döntöttek mindig is Debrecenben. Mondom, már kezdetek óta nagyon magas arányban vesznek részt a lányok ezekben az oltásokban, és úgy gondolom, hogy a Covid-del együtt talán ez még ráerősített, de még a hepatitis oltás is ugyanekkor kerül, védőoltás is beadásra kerül, és olyannyira nem veszélyes ez az oltás, hogy nagyon sokszor, hogyha egymásra csúszik az időpont, akár egyszerre is lehet adminisztrálni a két oltóanyagot, és semmilyen probléma nem adódik akkor sem. De még egyszer felhívnám a szülők figyelmét, hogy ezt a döntést, ezt az ingyenességet egyszer használhatják ki, sajnos jövőre már nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, ha ezt nem használják ki innentől kezdve, csak a térítés mellett tudjuk alkalmazni, tudjuk segíteni az immunizációt. Ez egy fontos információ a végére, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma az esti közelkép, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.